Áttörés miatt elöntötte a víz a gyöngyösi zsinagógát. Hivatalos névkeresztelő során áldották meg a hatvani kézműves söröket. Pályázati lehetőségek a KKV szektorban. Köszöntöm Önöket, én Ország Tóth Szilvia vagyok, a 60 és a Gyöngyösi térség friss és fontos híreivel. Csőtöréshez kellett riasztani a Heves megyei vízmű ZRT ügyeletét kedden este Gyöngyösön, ahol a használaton kívüli nagy zsinagóga épületét öntött el a víz egy csőtörés miatt. Az épületen belül a tűzoltásra használt vízrendszer mondta fel a szolgálatot, az egyik tűzcsap alatti falszakaszon belül robbant szét a nyomástól egy vezeték. Ez a tűzcsap robbant szét a gyöngyösi zsinagóga épületében, mikor stábunk a helyszínen járt, még szivárgott belőle a víz. Már csak a tócsák árulkodnak arról, hogy korábban itt minden víz alá került. A baleset kedden este történt, a járókelők figyeltek fel rá, hogy az ajtókon keresztül ömlik kifelé a víz az egyházi ingatlanból, majd a szomszédban működő televízió munkatársai értesítették az ingatlan kezelőit, akik a vízműnek jelentették az esetet. Az a víz rész, amely felett nem mi rendelkezünk, az úgynevezett tűzivíztározó, az fagyott szét, robbant szét és folyt el nagyon sok víz. Víz este történt, 8:45 körül bejelentettük, jött a vízmű, el kell mondani, hogy gyorsan, korrektül, és elzárták a főcsapját. Weiss Péter elmondta, az előzetes becslések alapján néhány óra alatt több mint 100 köbméter víz folyhatott el, a pince azonban nem telítődött meg vízzel, az ingatlanban tárolt faanyag nedvesedett át, de jelentősebb kár nem keletkezett. A gyöngyösi nagy zsinagóga épülete évek óta használaton kívül van, üres és felújításra vár, ezért már fűtés sincs az épületben, és a felújítások miatt az ivóvíz hálózatról is lekötötték a vízmű szakemberei. Valamikor a 60 Lajos Múzeum épületében főzték a 60-i sört, még az 1700-as évek környékén. De hogy ne csak múltja legyen a 60-i sörnek, 2014-ben kitalálták, hogy hagyományteremtő jelleggel kiépítenek egy kisebb mintaserfőzdét a múzeumban. Most szerdán pedig a beküldött névre vonatkozó ötletek alapján ki is választották, és Isten áldását kérve el is keresztelték a helyi nedvüket. Még az 1700-as évek elején történt, hogy a 60-i Lajos Múzeum épületében elkezdtek habzó sert főzni. A Grassalkovics család serfőző műhelyt hozott létre, majd egy időre megszakadt a hagyomány. 2014-ben viszont egy kisebb mintaserfőzdét alakította ki, hogy ne csak múltja legyen az egyedi receptúra alapján készülő helyi kézműves sörnek. Novemberben pedig kitalálták, hogy elnevezik a 60-i folyékony kenyeret. A névválasztáshoz pedig bárki beküldhette az ötleteit, de mielőtt elárulnánk a győztes nevet, tudjunk meg egy kicsit többet a helyi nevezetességről. Háromféle sört főzünk, ugye a jellegzetességeivel kapcsolatban, tehát a világos sör, ez egy alsó erjesztésű láger sör, pész jellegű, tehát aránylag erősen gondolzott, kesernyi sörről van szó. A fekete, hát ez ugye pörkölt malátából készül, fekete vagy barna sörnek is mondják, ugye kávés jellege van, az egy felső erjesztésű sör, aránylag magas hőmérsékleten erjed. Ugyanaz elmondható a búza sörről is, ami meg persze az búza malátából készül, tehát nem árbából, szintén egy felső erjesztésű sörről van szó. Ez kevésbé kesernyű, és inkább citrusos, narancsos íze van. A búzasör pedig 60-ban is citromkarikával az igazi. Mint megtudtuk, a 60-iak mind három sört nagyon szeretik, olyan még nem fordult elő, hogy ki kellett volna hagyni valamelyik típusú sörfőzését. Hozzátette, érdekes volt megfigyelni, hogy korosztályonként más-más söröket részesítenek előnyben. A világos sört, a kis, ugye konzervatívabb, középkorú isszák általában, a búzasör a fiatalok közkedvelt itala, és a fekete az pedig érdekes, mert az pedig az idősebbek, tehát korosztályokra azért meg lehet állapítani, de nagyjából egyforma a fogyasztás. Végül lehult a lepel, és megtudhattuk, milyen névre esett a választás. Folytatva az országos hagyományt, olyan nevet választottak a sörnek, ami egyértelműen utal arra, honnan is származik. A nyertes nevet Kovács Károly és Soltész Sándor találta ki, aki először történelmi évszámról szerette volna elnevezni a folyékony nedűt, végül másképpen döntött.
Tudunk olyan sörről, aminek évszáma neve. Én az 1713-as évszámot ajánlottam, mivel hogy ez elvileg az első írásos adat az a hatvani sörfőzésről, de aztán kiderült, hogy történészek ezt nem tartják eléggé megalapozott számnak, ezért ezt az évszámot mégsem jelenítettem meg végül a címkében, hanem a neve egész egyszerűen hatvani világos, hatvani búza és hatvani barna lett. Az én javaslatom szerint. Az Isten áldása van ezeken a terményeken, és nem véletlen, hogy mi, akiket szeret a Jóisten, ezekben a jobban részesülünk. Tartja a mondás, akkor volt mindig a legáldásosabb a béke, amikor a legtöbb sört fogyasztották. Így a névkeresztelő végén a jelenlévők meg is ízlelhették, milyen is a hatvani világos, a hatvani búza és a hatvani barna ser. 2017-től pedig már palackozva is haza lehet vinni a 3 hatvani kézműves nevezetességet. A magyar vállalkozói szektor pályázati lehetőségeiről tartott előadást Hauser Richárd, a Széchenyi Programiroda tanácsadója, a Mátra Aljai Munkadók Egyesületének legutóbbi februári klub összejövetelén. A térség legnagyobb helyi vállalkozásokat tömörítő gazdasági civil szervezete rendszeresen szervez tagjainak előadásokat és partneri kapcsolatokat ápoló rendezvényeket. A Mátraljai Munkaadók Egyesülete minden hónapban szervez olyan rendezvényeket, amelyekkel a gazdasági együttműködéseket, valamint a vállalkozásokat érintő változásokat állítják középpontba. Nem volt ez másként a legutóbbi alkalommal sem, ahol két meghívott szakértő tartott előadást. Szó volt ezen az estén a pályázati lehetőségekről és a duális szakképzés aktualitásairól. Ez utóbbira elsősorban a szakképzett munkaerőhiány miatt volt szükség, hangsúlyozta az Egyesület elnöke Palik Tibor. Nagyon aktuális most a munkaerő helyzet, ez az első témánk, ami azt jelenti, hogy mindenki tisztában van vele, hogy az utóbbi időben Gyöngyösön két nagy cég is letelepült. Őnekik a munkaerő igényük, és végül is a helyi cégek fejlődése során is ezért különféle munkaerőigény merült fel, és így szerintem Heves megye az országban az, ahol most legkritikusabb a munkaerőhelyzet. A pályázati lehetőségek voltak a cégvezetőket leginkább érintő másik téma ezen az estén. Hauser Richárd fejlesztési tanácsadó előadásában kifejtette, a kormány tervei szerint az EU-s pénzek 60%-át a kis és közepes vállalkozások támogatására szánja a magyar állam. Jelenleg az egyik legnépszerűbb a gyakornoki pályázat, amiben 25 év alatti OK-s végzettségű gyakornokok támogatott foglalkoztatására van lehetőség. Ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzésre és infrastrukturális fejlesztésre is lehetőség nyílik a pályázat keretén belül. Amit még érdemes tudni a pályázatról, hogy a gyakornokot 9 hónapig kell foglalkoztatni, és ezentúl 4,5 hónapig tovább kell foglalkoztatni, kvázi fenntartási közeltség terhe mellett gyakorlatilag. A pályázható összeg az 1,9 millió forint a minimum, illetve a maximum pedig 30 millió forint. Ezt a pályázatot már be lehet adni. Elég népszerű, lassan betelik a keretösszeg, folyamatos az elbírálásra, tehát érdemes minél hamarabb a pályázatot beadni. A másik népszerű pályázati csoport a kedvezményes támogatott hiteleké, természetesen a Széchenyi 20-20 keretein belül. A legfontosabb, amit ki kell emelni, hogy ez 0%-os hitel gyakorlatilag, tehát rendkívül kedvező kamatozású hitel. Mire is lehet felhasználni? Alapvetően eszközök vásárlására, immateriális beszerzésére, infrastruktúrális beruházásokra, illetve ingatlan vásárlásra is lehet használni. Viszont rendkívül bekorlátozták a korábbi évekhez képest, bekorlátozták, ez egy 10%-os mérték lehet a teljes elszámolható költség arányában. Palik Tibor azt is elmondta, a térségben a helyi cégek fejlődéséhez nagyon jól felhasználhatók ezek a pályázati források. Az érdeklődés sem maradt el, többen is feltették kérdéseiket a pályázati konstrukciókkal kapcsolatban.
Magyarországnak tavaly sikerült megdöntenie minden külgazdasági rekordot. A magyar gazdaság minden idők legmagasabb exportját produkálta, és legmagasabb külkereskedelmi többletét tudta elérni, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A külkereskedelmi termékforgalom majd 10 milliárd euró többlettel zárta a tavaly évet a 2015-ös 8,5 milliárd euró után. Derül ki a KSH friss adataiból. Ez a külkereskedelmi mérleg szempontjából történelmi csúcsot jelent. A Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezi a hal- és vadhús áfájának 5%-ra csökkentését, annak érdekében, hogy az egészséges, jó részt bio élelmiszerek szélesebb fogyasztói réteghez jutassanak el, jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Az áfa csökkentés, amelynek javaslatát várhatóan a jövő évi költségvetés előkészítésekor nyújtják be, fehéríti az ágazatot és munkahelyeket teremt. Köszönöm figyelmüket a stábunk nevében is. Híreinket megtalálják a 60online.hu portálon. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra! Pénteken egyre inkább feltámad a keleti-délkeleti szél, ennek hatására a délkelet felől több helyen felszakadozhat a felhőzet, hosszabb naposabb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem várható. A hajnali fagyot követően délután 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, hétvégén már naposabb időre készülhetünk, inkább csak fátyol felhők szülhetik a napsütést, napközben szombaton 2 és 6 fok várható.